Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok. Nagyon kis hangulatos volt az előző jelenet, meg kell mondjam őszintén, és ime a játék. Verdun névre hallgat, egyelőre beta változatban lehet elővásárolni Steamről, vagy G2 arról, és gondoltam, hogy gyakorlatilag amióta felröppentek hírek a játékról, egy kicsit figyelemmel követtem, és amint elérhetővé vált, meg is vettem, és le is töltöttem, mert egy, ez a játék az első világháborúról szól, és nincs kint a piacon jelenleg első világháborús játék. Kettő, ősen rég óta játszottam világháborús játékot. Hát a Kod 5 volt az utolsó, amikor én a második világháborús játékhoz nyúltam, és az is második világháborús volt, nem egy első világháború. És a kettő között, hogy őszintén vagyok, lényeges különbség van. És hogy nem azt mondom, hogy hiányzott, mert egy időben annyit játszott a második világháborús játékokkal, Cold Medal of Honor, hogy így nagyon ráuntam, és amikor megjelent a Cold 4, egy ilyen felüdülés volt, hogy végre modern háború, és már nem második világháború, és már így hiányzott az évek alatt, és ez első világháború, az első világháború fegyverei, hangulata és pályája, úgyhogy aki szereti a történelemnek ezen részét, és például azokat a fegyvereket, azt a hangulatot, amit például ez a játék tudna árasztani, mert tud, és a pályák is nagyon jól ki vannak találva, és ha szereti az első világháborúnak ezt a lövészárok stílusú csatáit, akkor ez a játék neked való, és azt hiszem, hogy nagyon fogod szeretni. Mire lehet számítani erről a játék, ettől a játéktól? Aki látta a csatornámon az Insurgency játékokat, vagy ismeri az Insurgency-t mint olyat, akkor azt hiszem, hogy valami hasonlóságot tudok vonni a kettő között, hogy megvan a maga stratégiája, és mind a két játéknak, és ennek is megvan a maga stratégiája, és ügyelni kell, mert gyorsan halsz, és nagyon meg kell gondolni a lépésédet, úgyhogy mindazoknak, akik taktikus játékokra vágyak, és most két játékmód érhető el ezen beta alkalmával, az egyik a Deathmatch, vagy Free for All, a másik pedig ez a Conquest féleség, amit itt is láttok játszani, és aki mondjuk ezt a játékmódot játszik, az meg kell gondolja a következő lépéseket. Squadokban vannak osztva az emberkék, és azt kell, hogy mondjam, hogy minden squadban, minden emberkének megvan a szerepe. Lehet UAV-ot hívni az ellenfél fölé, például vannak squad leaderek, akik mortárt tudnak hívni az ellenfelekre, ami nagyon hatékony tud lenni támadásnál és mint védekezésnél is, és nagyon hangulatosan és jól ki van találva, és ahogy például két lövészárok között a nyílt terepen át kell menni buckáról-buckára, akna lyukra gyakorlatilag, hogy átjuss az ellenfél lövészárokba, egyszerűen fantasztikus feeling van, és ahogy átérsz az ellenfélnek a lövészárkába, már is átalakul a játék egy ilyen közelharci csatára, és egy intenzív játék tud alakulni, és úgyis ugye amikor átlopakoz gyakorlatilag, akkor hihetetlenül nehéz, és meg kell gondolni a lépésédet, mert nem pillanatok alatt kikempelnek. A fegyverek jók, és egy széles választékban tudod őket választani az első világháborús fegyverek közül, és azt kell mondjam, hogy az egész játék úgy egyszerűen ügyesen van kitalálva, de arra ügyelni kell, hogy azért még beta, és valószínűleg sokat fog fejlődni, de egyelőre jónak ígérkezik ahhoz képest, hogy másik első világháború. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!